Na, sziasztok! Kaptam pár kérdést tőletek. Az egyik az, hogy mikor Bori visszajön a sorozatba, te is benne maradsz? Tervezek benne maradni, és nagyon szeretnék benne maradni, mert nagyon szeretem csinálni, úgyhogy szerintem a két szerepből teljes mértékben meg tud felni egymás mellett. Szia! Hány éves korod óta színészkedsz? Igazából a színészettel akkor kezdtem el foglalkozni, mikor a gimnáziumba mentem, akkor 15 éves voltam, de azelőtt is jártam musical stúdióba, szóval már akkor is ízlelgettem a dolgokat, de annyira komolyan még nem, mint a suliban. Szia Rozi, ez lenne a kérdésem, hogy milyen benne szerepelni, mint újabb szereplő, te vagy a kedvencem. Köszönöm szépen! Nagyon-nagyon izgalmas, és nagyon szeretem csinálni igazából. Nagyon nagy kihívás, de egyre inkább azt érzem, hogy megfelelek a kihívásoknak, és tudom teljesíteni őket, és nagyon élvezem. Szóval tök jó a társaság, és így élvezet csinálni. Szia, Rozi! Te mit javasolnál annak, aki színész szeretne lenni, hogy tudná elkezdeni az illető ezt a pályát? Szerinted mik azok az a tulajdonságok, amik nagyon fontosak egy színésznél? Először is a színészethez a teljes odaadás, és a szeretet a színház felé. A magabiztosság mindenképpen kell az, hogy magadban, elsősorban magadban higgy a legjobban, és hogy mások véleménye nagyon ne tántorítson el a célodtól. Tehát igazából ennyi. És hogyha tényleg ezt szeretnéd, akkor szerintem, ha eleinte akadályokba ütközöl is, végül úgy is megtalálod a módját, hogy ezt csinálhassd. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Idegesít, ha Borihoz kezdenek el hasonlítgatni? Igazából erre még nem volt példa. Úgyhogy nem. Abszolút nem. Mit szeretsz a szabadidődben csinálni? Mostanában nagyon nincs, de hogyha tehetném, elmennék mondjuk moziba, olvasnék, a barátaimmal lennék, a szerelmemmel lennék, családommal lennék. Elutaznék, legfőképpen egyébként. Milyenek voltak a Sun City próbái? Nagyon-nagyon szerettem a Sun City próbáit. Igaz, hogy nagyon fárasztó volt, de ugyanolyan élvezetes is. Tehát egy nap két próbánk volt, és nem is jártam suliba egy jó ideig, és csak ebből állt az életem, de rengeteget hozzám adott, és azóta is élvezem csinálni ezeket az előadásokat, úgyhogy nagyon jó volt a próba, én nagyon szerettem. Hány éves vagy? 19 éves vagyok. Kivel töltenél egy napot, és hol? Külföldön, Hawaii-on. Szeretnék lenni a barátommal, mondjuk. Az nagyon jó lenne. A tesód tényleg Kovács Bálint a videós? Ha igen, akkor bírom a srácot. Igen, tényleg ő, úgyhogy nem rosszak a pletykák, amiket hallasz. Mi a kedvenc színed? Nincs kedvenc színem, igazából a beige színek, mondjuk, azokat szeretem. Holnaptól jelölt játszottál bármilyen darabban, filmben vagy sorozatban? Nem, statiszta voltam egy filmben igazából, meg voltam darabokban, de ennyi. Hogy jött, igen. Nem látok rólad semmit a neten. Iskoláit, hol tanultál zenét, táncot? Hát én még a Petőfi Musical Stúdióba jártam. Ott tanultam zenét és táncot, aztán pedig a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumba mentem át, és ott kezdtem komolyabban foglalkozni ezzel a dologgal, és akkor szakmai óráink lettek, meg ilyesmi. Mennyi ideig tartott a koreográfiát és a dalszövegeket megtanulni? Gondolom ez a Sun City-hez kapcsolódó kérdés. Hát, ez egy több hetes folyamat volt, de nyilván próbára kellett tanulni a szövegeket, ami eleinte nagyon nehezen ment, de aztán belejöttem, és ennyi.
Melyik ünnep a kedvenced? Határozottan a karácsony. Ki a kedvenc szereplőd a sorozatban? Nincs kedvenc szereplőm. Mi a kedvenc ételed? Hú, most a lazanya jutott eszembe. Kedvenc ételje szereplősz. Mi szerettél volna lenni kislánykorodban? Énekesnő akartam lenni, és színésznő akartam lenni. Már egész kiskoromtól kezdve. Mennyire tudsz azonosulni Rozival? Most már egyre inkább egyébként. Az elején nehéz volt, nem tudtam annyira, de most már egyre inkább hasonlít, úgy érzem, a karakter rám. Úgyhogy egyre inkább tudok, igen. Szereted a Science City-t? Mennyi idő volt betanulni a szövegeket, akár oda, akár a forgatásra? A forgatásra sokkal gyorsabb tempóban kell megtanulni a szöveget, oda a Science City-hez több idő volt, de az is egyébként egy szorosabb tempó volt, és nagyon szeretem ezt a darabot. Szia, te vagy a legjobb Otto barátja vagyok, és most lesz a szülinepe, küldenék neki egy videót, amin boldog születésnapot kívánsz erre az e-mail címre. Boldog születésnapot! Na, azt hiszem ennyi volt. Köszönöm a kérdéseket!